A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szeretettel köszöntöm Önöket, a Nálatok Mizut látják. Mai műsorunkba ismét iskolaigazgatókat hívtam, annak apropóján, hogy most állnak az óvodás korúak és szüleik az iskolaválasztás előtt. Ha megnézték az előző adásunkat, akkor abban is láthatták, hogy iskolaigazgatók voltak szintén vendégeink, és ez most is így lesz. Szeretettel köszöntöm a stúdióban Szanyó Gábornét, a Talentum Református Általános Iskola igazgatóját. Én is szeretettel köszöntöm a nézőket, köszönöm a meghívást. Örülünk, hogy itt vagy. Itt van velünk a Tóvárosi Általános Iskola igazgatója is, Snéz Zoltánné. Szeretettel köszöntök én is mindenkit, és én is köszönöm a meghívást. És az Entai úti Általános Iskola igazgatója, Botka Rózsa is itt van velünk. Köszöntöm én is a nézőket, örülök, hogy itt lehetek. No, hát lesz miről beszélnünk, azt hiszem, ebben a műsorban. Sok mindenről beszéltünk már, mielőtt a műsor kezdődött, például arról, hogy Botka Rózsa nemrég lett intézményvezető az Entai úti Általános Iskolában, miután igazgatóhelyettes volt. Úgyhogy egy picit beszéljünk erről, hogy most ez egy új poszt, ez mit jelent most számodra? Igazából már augusztus óta, mióta sétáló idejét töltötte az igazgatónéni, azóta vettem át tőle a feladatokat. A helyettesként azért beleláttam az iskola életében nyilván, és feladatok ismertek voltak, egy kicsit azért kiegészültek nyilván. Igyekszem helytállni, remélem, hogy lesz helyettesem is hamarosan, és akkor hármunk között fog eloszladni a feladat. Most kettőnkre hárult elég sok feladat volt az elmúlt fél évben. És hogy érzed magad most ebben a pozícióban? Jól érzem magam, nagyon támogató volt mind a kollégáktól, mind a szülőktől érkezett információk alapján a helyzetem, és talán boldogulok, úgy érzem, szívesen veszek részt ebben a munkában, úgyhogy a lelkesedésem még megvan. Egy kicsit beszéljünk akkor az iskoláról, szeretném, hogyha mindegyik intézményt bemutatnánk, mindegyik más természetesen, és nagyon színesítitek az iskolai palettát itt a városban. Az Entai miről híres, miről ismert, miben más, mint a többi? Igazából mi egy alapozó képzést adó iskola vagyunk, tehát nincsen speciális tagozatunk. Amiben szerintem többek vagyunk, hogy Ráczhegy egy gyönyörű ösvás környezetet biztosít az iskolánknak. Nagyon nagy udvarra rendelkezünk, és a hátsudvarunkról egy kijárattal a Rácbányába, ami nagyon nagy zöld felület, a gyerekeink nagyon sokat vannak a szabad levegőn. Alapozó képzést adunk, tehát nem emelt óraszámon tanítunk szinte semmit, de a matematikát és a magyart azt azért egy kicsit megtámogatjuk. Ezt az idei középiskolai felvételikor nagyon láttuk ennek eredményét. Nagyon-nagyon jó eredményeket értek el a tanulóink. Többen 90 pont fölötti eredményt tudtak produkálni a központi felvételin, aminek nagyon örültünk. Csoportbontásban tanítottuk a matekot és a magyart a nyolcadikasainknak néhány évig. Valószínűleg ez is hozzájárult ahhoz, hogy sikerült ezt a szép eredményt elérniük. A csoportbontást sajnos meg kell szüntetnünk, abból az okból kifolyólag, hogy nincsen elég termünk sem, és tanárunk sem, de az emelt óraszámot megtartjuk matekból és magyarból. Mi azt gondolom, még környezettudatosságból vagyunk egy kicsit többek, nagyon sok programunk van ezzel kapcsolatban, a TESZED-re beneveztünk tavalyi évben is, már szemetet szedtünk a gyerekekkel, nagyon lelkesen részt vesznek. Nagyon sok vándortábort szervezünk, erdei, vízi és bringás vándorunk van, magaságyást építettünk szülői segítséggel, van mezitlábas ösvényünk, sulizsák programban használt ruhákat gyűjtünk, az idei évtől elkezdtük az EQK-ba a használt sütőolajat is gyűjteni, tehát környezettudatosságra neveljük a gyermekeket. És milyen létszámban egyébként, hány diákotok van most? 430-an vagyunk az intézményben, általában két osztályunk van párhuzamosan évfolyamonként. 8. és a 4. magasabb létszámot 3-3 osztályban. És rájuk hány tanár jut? 40-en vagyunk az óraadó tanárokkal együtt.
Jó, erről majd egy kicsit fogunk később beszélni, mert azért már itt a műsor előtt beszéltünk arról, hogy hát igen, a tanárhiány azért jelentkezget, bár nem minden területen talán. A Tóvárosi iskolánál mi újság? Mi azt tudjuk, hogy egy nagyon jó iskola, viszonylag központi helyen is van, ugye? És hát szerintem itt elég nagy a létszám is. Igen, közel 700 tanuló jár hozzánk, és 63 pedagógusunk van. Uh-huh. 1974-ben nyitotta meg a kapuit, az akkor már testnevelés tagozatos általános iskola. Én akkor voltam elsős ebben az iskolában, úgyhogy 1000 szállal kötődöm hozzá. Aztán az idők folyamán közoktatási típusú sportiskola is lettünk, úgyhogy a mozgás megszerettetése az rendkívül fontos a számunkra. Nem feltétlenül az, hogy az a cél, hogy élsportolókat neveljünk a gyerekekből, bár azért ez is előfordul, és ennek nagyon örülünk. Tehát van országos bajnokunk, hát a diákolimpiákon természetesen mindig elvárás is, hogy szépen szerepeljünk, ott is van országos bajnokcsapatunk is, úszásban is, futballban is. Nagyon sok sportegyesülettel létesítettünk együttműködési szerződést az elmúlt években, évtizedekben lehet így mondani. De azért a mozgás megszerettetése mellett nagyon fontosnak tartjuk mi is általános iskolaként a közismereti tantárgyakat természetesen, főként a magyart matematikát, hiszen ebből írnak központi írásbeli felvételit a középiskolába jelentkezés előtt a diákok. De azért kitekintünk a művészetekre is, nagyon sok esetben. Kerámia szakkörünk működik az iskolában, és nagyon jól a felszereltség is e tekintetben, tehát az égető kemencétől a mángorlópadig sok minden áll rendelkezésünkre. Ilyenből volt is nálatok kiállítás? Így van, volt kiállításunk is, és hát a Tóparti gimnázium művészeti szakára többen jelentkeznek például iskolánkból. De néptáncpedagógusaink is nagy lelkesedéssel vetik bele magukat a gyermekek ilyen jellegű nevelésébe. Iskolai kórusunk az most alakul újjá, nagy örömünkre, és már ebben az évben többször megmutatkozott iskolán belüli és városi rendezvényeken is. És ahogy Rózsa az imént említette, ma környezettudatos nevelésre mi is nagy hangsúlyt fektetünk, hiszen örökös ökoiskola is vagyunk, úgyhogy hát ez is nagyon-nagyon fontos a számunkra. Igen, amikor ez az ökó dolog felmerült, akkor mindenki erősen bólogatott, hiszen hát azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos, és a legtöbb iskola most már nagyon fontos szempontnak tartja, hogy tényleg a környezetvédelemre neveljék a gyerekeket. Mi újság a Talentum Református Általános Iskolában? Te is nagyon bólogattál. Igen. A mi iskolánk itt az előttem szólókhoz képest egy nagyon fiatal iskola. Az elmúlt évben volt a 20. tanévünk, hiszen 2002-ben indulhatott újra a református oktatás itt Székesfehérváron. A mi iskolánkban is nagyon fontosak az oktatás, a gyerekek színvonalas oktatása, az alapkészségek fejlesztése, de mi nagyon nagy hangsúlyt teszünk a nevelésre is, és az érzelmi nevelésre, és a megfelelő érzelmi intelligenciának a kialakítására, hiszen nagyon fontosak az ismeretek, az alapismeretek, az alapkészségek, de mégis tényleg most már így a multiknál is egyre inkább azt látjuk, hogy igenis számít az érzelmi intelligencia, és figyelembe veszik, és mérik, és mi erre törekszünk, hogy a tanítványaink nem csak az ismeretekben, hanem az érzelmi életük is megfelelő legyen, tehát kiegyensúlyozott, boldog fiatalokká váljanak. Az örökös ökoiskolához is tudok kapcsolódni, mi is örökös ökoiskola vagyunk, mégpedig azért, mert mi a teremtésből indulunk ki, ugye, és ennek kapcsán nálunk van teremtés hetei is, fenntarthatóság hete is, hogy tudjuk azt, hogy ez a világ nem a semmiből lett, hanem van egy kezdete, és kiteremtette, és ezzel is erre tudjuk felhívni a gyerekeknek a figyelmét, hogy
hogy ezt meg kell őriznünk, és az utódainknak is meg kell tartanunk vigyázni rá, és ők is vigyázzanak rá, mert Isten is azért bízta ránk, hogy ezt megőrizzük. Ez a lelki nevelés, illetve az érzelmi fejlesztés a gyermekeknek, ez miben nyilvánul? Meg azon kívül mondjuk, hogy lelki életet éltek. Igen, hát vannak rendelt alkalmak, amik kifejezetten hittanóra, reggeli áhítat, imák, stb. De mi nem csak ezeket az alkalmakat használjuk fel, hanem minden adódó élethelyzetet, nevelési helyzetet, szituációt, amikor konfliktus van, egyet nem értés van, akkor is elővesszük a Szentírást, és megnézzük, hogy ott mi a mondani való, Isten mit mond nekünk ezzel kapcsolatban. Tehát ezeket az adódó helyzeteket is kihasználjuk erre, hogy felhívjuk a gyerekek figyelmét. Azon kívül mi ugye minden hetet egy közös csendességgel kezdünk a templomban, hétfőn 7:30-kor az egész iskola együtt van, tehát a közösségben való megélése a hitnek, hogy mások is itt vannak, és mások is együtt imádkozunk másokkal, tehát hogy ebben nincsenek egyedül. A többi napon pedig reggelente vannak, az osztályokban vannak ezek a csendességek, és ott pedig mindenki a saját kis közösségében a pedagógusok irányításával beszélgetünk, és egy ilyen csendes, lecsendesedve kezdjük a napot. Tehát mikor megérkeznek mindenhonnan, akkor jó így megállni, és így elindítani a napot. Ez jó hangzik egyébként, mert én tudom a saját gyerekemről, hogy bemegy az iskolába, és 8 óráig teljesen kiborítják a tanárokat szerintem a folyosón. És akkor ők teljesen nyugodtan, csendben várják az óra kezdését. Hát igen, tehát a többnyire úgy van, hogy aki az első órát tartja, ő tartja az áhítatot, és akkor így átvezeti az órába. Ez egy jó módszer, én bevezetném máshol is. Egyébként a tanulói létszámot tekintve, hogy néztek ki? Igen, mi ugye az előzőekhez szólva is elmondhatom, hogy mi egy kisiskola vagyunk, tehát mi egy családias légkörben dolgozunk, 8 osztályunk van, tehát minden évfolyamon egy osztály van, összesen 172 tanulónk van, és 17 pedagógus. Akkor jól válogattam a mai műsorra, mert akkor van mindenből most itt tényleg. Azt nézve, hogy mondjuk a mai diákság milyen, egy kicsit beszéljünk erről, mert szerintem ez is nagyon fontos, aztán még sok minden másról, csak ugye múlt héten a vendégeinkkel azért megbeszéltük azt, és azért is fontos ez, amit mondtál, hogy lecsillapodjanak esetleg a gyerekek, mert hogy nagyon sokat változtak ők az elmúlt évtized, illetve hát nem tudom, biztos a szülők hibája, én azt gondolom elsősorban a mai saját generációmat tudom hibáztatni ebben, hogy nagyon elkapjuk a gyerekeket, illetve olyan szinten, hogy nagyon babusgatjuk őket, és utána elég sok konfliktus tud az iskolában lenni abból, hogy ezek a gyerekek kicsit másképp nevelkednek ma már. Erről mit gondoltok? Nálunk problémát okoz tényleg az önállótlanság, illetve az, hogy most azért már 6 évesen jönnek a gyerekek iskolába. Ez egyértelműen tapasztalható, hogy életlenebbek. Szociálisan biztosan. Tehát abban sokat kell fejleszteni első osztályban őket, hogy be tudjanak illeszkedni egy új közösségbe. Én azt gondolom, tényleg a szülőket kellene meggyőznünk arról, hogy ne csináljanak meg mindent a gyerek helyett, hanem egy kicsit önállóságra neveljék. Szükség van annak a gyereknek arra, hogy otthon házi munkát rábízzanak, már pici korától kezdve, hogy a felelősség tudata, a feladat tudata kialakuljon. Ez nagyon nagy szükség. Uh-huh. És ez nem maradhatna el későbbiekben sem, tehát a nagyobbaknak is szükségük van arra, hogy önállósodjanak. Nálunk nincsen saját termük a felsőseinknek, hanem vándorolnak. Egyik teremben van az egyik órájuk, a következő, a másik teremben, hát az ötödikesek azok elvesztek első 2 órában, hogy hova raktam a könyvemet, a tesi cuccomat. Tehát az önállóságra nevelésben kérnék a segítséget a szülőktől. Igenis. Igen, egyetértek az előttem szólókkal mindenben. Azt azért leszögezném, hogy nagyon szeretnivalóak a mai gyerekek is. És valóban tényleg a szülőknek is szolgálhatunk időnként tanácsokkal, és nagyon sokan meg is fogadják a tanácsainkat. Már ha mi nem követjük el szülőként ugyanezeket a hibákat, bár próbáljuk nem elkövetni, de talán azt gondolom, hogy a körülöttünk lévő világ
is azt hozza magával, hogy túlzottan talán burokban tartjuk a gyermekeinket, másképp próbáljuk meg szeretni őket, mint a mi szüleink minket, vagy a nagyszüleink a szüleinket. Tehát nem gondolom, hogy egyébként annyiban mások, vagy hogy a szülők feltétlenül a felelősek ebben. Ez egy össztársadalmi jelenség, úgy gondolom, de természetesen tehetünk az ügy érdekében mindenképpen. Hát ezért beszélgetünk azért, már amennyiben lehet, és nincs Covid, és nincs egyéb dolog az életünkben, ami ugye az elmúlt éveinket eléggé megkeserítette, fölborította, akkor sokat találkozni a szülőkkel, hogy tudjunk velük is beszélgetni. Hát a gyerekekkel is beszélgetni sokat, ugye? Tehát ez mennyire fontos. Én az érzelmi nevelést én is rendkívül fontosnak tartom, és egyáltalán az oktató-nevelő munkát, ugye az általános iskolában, én azt gondolom, hogy a nevelésben legalább akkora felelősségünk van, mint az oktató munkában. És ezt közösen kell megtennünk, a szülőkkel, egyéb gyermekeket segítő szolgálatokkal, civil szervezetekkel, a partnereinkkel közösen együttműködve. Még hozzátenném egy kicsit, hogy azt gondolom, hogy az érzelmi nevelésben a szabadidős tevékenység egy általános iskolában nagyon fontos, a szabadidős tevékenység. Hiszen itt is ilyen alkalmakkor is a közösségi nevelés, az együttműködési készségek fejlesztése, az, hogy elfogadom a másikat, hogy elismerem a másikat, itt sokkal inkább kijön, mint egy tanórai keretek között. És ez nagyon fontos, és ez nagyon hiányzott az elmúlt néhány évben, amikor nem lehetett menni, nem lehetett összegyűlni több embernek, mert azért mi 700-an vagyunk ugyan, de mégis nagy iskolaként, egy nagy családként is próbálunk azért együtt élni. Hát nagyon nagy hagyománya van nálunk a mondhatom, hogy magas színvonali karácsonyi műsoroknak például, amire most az utóbbi két évben már volt lehetőségünk, de előtte 20-30 évig csináltuk, és nagyon hiányzott, hogy nem volt 2-3 évig erre lehetőségünk. Tehát a közösségi programok, amik segítenek bennünket, még olyan közösségi programok is, amire a szülőket is meg tudjuk esetlegesen hívni. Ezek fontos dolgok. Ezt a szülő-tanár kapcsolatot az előző vendégeimmel is beszélgettük. Erre kíváncsi lennék, hogy nálatok hogy van, mert mondtad, hogy nálatok azért nagy hangsúlyt fektettek erre, mert hogy van azért most ilyen kis elmaradás ebben. Tehát, hogy tényleg megszoktuk azt, hogy a gyerekek nem mehetnek be az iskolába, ezáltal sajnos mondhatom én is, hogy én például nekem felsős a gyerkőc, de nem ismerek néhány tanárunkat, mert nem járunk be az iskolába, és hát szülői értekezleten találkozunk az osztályfőnökünkkel. Úgyhogy itt szerintem, nem tudom, egy kicsi átalakulás tapasztalható, ugye? Hogy más volt az, amikor még bevittek mondjuk engem is anyukámék az iskolába, és akkor néhány szóra el tudták kapni a tanítónénit. Ja, mi igyekszünk ugyanezt a kapcsolatot újból feleleveníteni, illetve tényleg a szülőket kérjük arra, hogy érdeklődjenek a gyerek után, és napi kapcsolatot tartsanak a tanítónénikkel. A felsősöknél tényleg nehezebb. Viszont az idén talán mi újból meg tudjuk rendezni szintén a bálunkat, amikor a szülők és a tanárok együtt báloznak. Az nagyon jó, nagyon közvetlen kapcsolatokat tudunk kiépíteni. Erre várunk. Nálunk is nagyon jó a szülői munkaközösség van, és azt szoktam mondani a szülőknek, hogy akkor lesz ez a nevelő munka eredményes, hogyha mi egymás munkáját támogatjuk és segítjük, tehát hogyha közös alapunk van, amit a gyermek érdekében teszünk meg mindent igazából, az oktatást, a nevelést, mindent. Úgyhogy nálunk én ezt el tudom mondani, hogy a szülők partnereink ebben, és kölcsönösen segítjük egymás munkáját. Mi is szoktuk magunkat Talentum családnak nevezni, hiszen így együtt vagyunk a szülők, a gyerekek, a tanárok,
én még hozzátenném a fenntartó gyülekezetet, aki körülvesz bennünket, tehát egy ilyen nagy családban, közösen együtt munkálkodva. Igen, a Covid az vertéket, de mi is próbáljuk feléleszteni a dolgokat, és hát reméljük, hogy újraépülnek a kapcsolatok. Igen, tényleg nagyon bezárkóztunk a Covid ideje alatt, érthető módon, és mi is próbáljuk újra nyitni a kapukat. Nekünk is volt egy bálunk már, meg is tartottuk, fontosnak tartottuk minél előbb, hogy nehogy véletlenül bármi is történhessen, hogy ne legyen erre mód. A Covid előtti időszakokban kivittük az iskolából a bált, de most újra a tornateremben tartottuk meg, ezzel is azt erősítve, hogy jöjjenek az iskolába a szülők, és legyünk együtt. Úgyhogy tényleg próbálkozunk vissza, és szívesen jönnek egyébként a szülők, úgyhogy azért örülünk ennek. Ha már a Covidot emlegettétek, azt néha, ha hasonló témában beszélgetek, akkor azt mindig leszoktuk szögezni, hogy azért vannak ennek azért pozitív hozadékai is, mert például ott van a Teams felület, vagy nem tudom, hogy ti melyiket használjátok, de hogy azon keresztül mi például azért fogadó órán, ha akarjuk, akkor csak el tudjuk kérni a tanárt. Meg hát a Teams-ben jönnek most már nálunk, ugye annyira átalakult az oktatás, hogy a tanáraink a Teams-be rakják be a házi feladatot, kvízleteket csinálnak, most ezt, mert hogy két tannyelvű bejár a gyerkőc, azért mondom így, de hogy vannak ilyen hozadékai, hogy mi azért onnan jobban tudjuk ellenőrizni, hogy mi az iskolai feladat, meg mit tanulnak éppen. Informatikai részét tényleg sokat profitáltunk belőle, azt gondolom. Mi inkább azért most kezdünk, az okostantermünket beüzemeltük egy hónapja, és most kezdjük feleleveníteni ezeket a tudásainkat, és a gyerekekkel megosztani. Most már tudunk felhő alapú programokat velük használni, webhelyeket, térképeket, diákokat. Úgyhogy nagyon sokat fejlődünk szerintem most a kollégák képzés alatt is. Igen, ezt pont akartam mondani, mert ugye mi is járunk nagyon sok ilyen iskolába, ilyen átadásokra, és akkor ott mindig halljuk, hogy a tanárokat az albai novárban elég alaposan kiképzik erre, szerencsére. Igen, nálunk is pont ez zajlik most, tehát több iskolában, a városban az okostanterem kialakítása megtörtént már, és a képzések zajlanak, úgyhogy majd tényleg teljes erőbedobással birtokba vehetik a diákok nem sokára. Jó helyzetben vagyunk abból a szempontból, mi a Google Classroom-on keresztül tanítottunk a zárt időkben, tehát az online távoktatási időszakban, és akkor megmondom őszintén, hogy főleg az első bezárásnál nagyon nehéz dolgunk volt, mert hát interaktív táblákat, az informatikát használjuk már régóta, de online táv, nem oktattunk még, tehát nem ismertük igazándiból ezeket a platformokat. Aztán a második bezárásra már tényleg kiokosítottuk magunkat, ezerrel dolgozott szerintem minden pedagógus, minden vezetés, az informatikát tanító pedagógusok, rendszergazdák, hogy menjen a dolog, és a egyik kollégám pont ebből írta a mesterprogramját, hogy hogyan lehet hasznosítani az ott megszerzett tudást úgy, hogy tényleg a gyerekek továbbra is fenntartsák és gyakorolják ezt a tudást magukban. Úgyhogy mi például elhatároztuk azt, hogy tényleg, ha csak sűrűbben nem, de legalább havi rendszerességgel kapnak ezen a platformon keresztül feladatokat a gyerekek, hogy használják ezt a felületet. És valóban, ahogy mondtad, tehát nagyon sok szülőt így értünk el, de hát a sulikostolgató programjainkat is így tartottuk abban az időben, amikor nem lehetett másként, hogy odaültünk a tanári szobába néhányan, és online módon próbáltuk elérni a szülőket és a gyerekeket. Igen, ez nagyon érdekes volt valóban sulivárót úgy tartani, hogy online módon. Igen, mi is online tájékoztatót tartottunk, akkor készült egy kis
videó, amit elküldtünk a szülőknek, aztán online küldte a tanítónéni a feladatokat, azt a szülők visszaküldték, tehát hogy mégis legyen, alakuljon. Küldtek fényképet a szülők a gyerekekről, hogy, tehát ez tényleg egy egyedi eset volt. Visszatérve, ugye amikor a 20-ban először bezártak az iskolák, ugye mi kis létszámmal vagyunk, és a mi rendszergazdánk nagyon hamar megtudta a 171 néhány tanulóra a Teams-et beélesíteni, és mi már akkor azzal tudtunk menni így egységesen, és valóban ez nagy segítség volt. Hát a kollégák előtt le a kalappal tényleg, hogy milyen gyorsan megtanultuk, és használjuk. És még hogy a kollégák, de hogy a gyerekek és a szülők, tehát hogy a szülők is ebben partnerek voltak, ők is bekapcsolódtak, és feltöltötték a feladatokat, tehát tényleg főleg az alsóban ott azért ez nagy kihívás volt, de eredményesen megoldottuk, úgy gondolom. Nálunk is voltak továbbképzések, van nekünk református pedagógiai intézetünk, ők tartottak nekünk ezekről a módszerekről, amit te is mondtál, hogy technikákról, hogy hogyan lehet feladatokat készíteni, feltölteni, úgyhogy mi is használjuk. Hát a szintentartás is fontos, hogy nem tudhatjuk, hogy mikor mi történik, reméljük nem fog semmi, és a jelenléti oktatás azért mindennél hasznosabb, előnyösebb, egészségesebb, de ha úgy van, akkor mi is vissza tudunk térni bármikor. Az előzőre visszaigazolásként csak annyit mondanék, hogy igen, szülőként ez mennyire nehéz volt, bár akkor azt mondom, hogy az elsősöknek lehet, hogy még rosszabb volt, tehát hogyha valaki ezt éppen első osztályban ért, azt nagyon nem irigyeltük, de az enyém másodikas volt, és arra emlékszem, hogy nálunk egy hétig ment ez, hogy ugye vasárnap jelentették be, hogy lehúztuk a rolót, és akkor hétfőtől elindultunk valahogy, kitaláltak ilyen mindenféle órarendeket, és akkor következő vasárnap este jött, hogy akkor holnaptól várunk mindenkit a Teams-ben, és akkor így azt tudom, hogy én így, Úristen, most ezt hogy fogom megcsinálni? És akkor van egy hétfő reggel ott ültünk, és megcsináltuk, és érdekes, hogy pillanatok alatt rá tudtunk szokni, úgyhogy ez így, ez egy nagyon jó módszer egyébként, vagy felület erre. Igen. Tehát én azt gondolom, hogy nem csak a digitális kultúránk fejlődött ezzel, nem azt mondom, hogy jó volt természetesen ez a világjárvány, Isten őrizzen, hogy ilyet mondjak, de hogy a rugalmasságra, a változások kezelésére megtanított bennünket, az biztos. Tehát nem ülhetünk hátradőlve, karbatett kézzel, hogy akkor most a következő 20 évben így fog zajlani minden az oktatásban, hanem azért mindenre nagyjából fel vagyunk készülve, úgy gondolom. Igen. Vezetőként is, és pedagógusként is. De ami érdekes, hogy eddig, hogy azelőtt miért nem jött egy ilyen technikai újdonság, nem? Tehát, hogy ez hirtelen egy ilyen vészhelyzet hozta, és akkor lett. Aztán most ki tudja, hogy fog ez fejlődni majd a következő években, bár ne gondoljuk rosszra. Igen. Az viszont biztos szerintem, hogy nagyon fontos, hogy a gyerekek, akik ugye ma már ez a generáció, akik kütyűznek folyamatosan, hogy esetleg, hogyha vannak ilyen okostantermek, akkor ott megvan rá a lehetőség, hogy ezeken az eszközökön keresztül tanuljanak, aztán otthon meg mindenki szabályozza be a dolgot. A suli nyitogatókra visszatérve, most, hogy akkor jelenléti látogatást tehetnek a szülők, egy picit meséltek róla, hogy hol tartotok most ebben, mert hogy most van mindenkinél itt az ideje ennek. Nálunk tegnap volt a második foglalkozás, és még egyre várjuk majd a szülőket márciusban, ahol a tanítónénik fognak bemutatkozni. A gyerekekkel külön foglalkoztunk, és a szülőknek pedig tájékoztatót tartottunk. Eddig is, és most is meg fordítva lesz a helyzet, a gyerekekkel fogunk foglalkozni, de a tanítónénik mutatkoznak be az utolsón a szülőknek. Még egy alkalom van hátra. Mi is a közepén tartunk a suli kóstolgató programjainknak. Már zajlott egy tornatermi, ugye nálunk a mozgás miatt, a testnevelőkkel is kell, hogy találkozzanak a gyerekek és a szülők, és a tanítónénikkel is a tantermekben találkozhattak. De mi már elkezdtük télapókor, tehát egy nagyon klassz kis télapó műsorra hívtuk a leendő elsőseinket délután, 16:30 kezdtük, és a kis műsor után kézműveskedhettek is a gyerekek, és akkor még fognak találkozni egyszer a tornateremben is,
és a tantermekben is a kollégáimmal, a leendő elsősök és a szülők, és igazgató helyettes asszony kollégámmal pedig mi is fogunk egy jelenléti tájékoztatót tartani a szülőknek. Mellettől? Mi novemberben kezdtük, úgyhogy mi már a végén tartunk. Nekünk holnap lesz az utolsó alkalom, illetve még márciusban egy közös családi istentiszteletre hívjuk azokat, akik szeretnének hozzánk beiratkozni. Mi is ugyanígy játékos foglalkozásokkal, tornatermi foglalkozás is volt nálunk is, bábos foglalkozás, kézműves foglalkozás, tehát a tanítónénik, illetve a következő évben tanító bácsi lesz az elsős. Ők foglalkoztak az ovisokkal. Úgyhogy remélem, hogy szépen meg lesz az első osztályunk, 25 tanulót veszünk fel, és reméljük, hogy szépen összejön a létszám. Azt ígértem a szülőknek, hogy 2 fogok hagyni a fellebbezésre, és akkor így, hát nálunk így ennyi hely van. Tehát nem is szeretnénk nagyobb létszámot, nem is szeretnénk több évfolyamot, mert akkor pont azt veszítenénk el, ami a mi jellegzetességünk, a családias jellege, tehát ez a személyes kapcsolat a szülőkkel. A műsor elején említettük ezt a tanárhiányt egy pillanat erejéig, hogy ne nagyon beszéljünk negatív dolgokról, de azért mégiscsak meg kéne említeni, hogy álltok vele, mert hogy tényleg a múltkori adás után sokat beszélgettem az igazgatókkal, akik itt voltak vendégek, és mondták, hogy teljesen nagy hiányban szenvednek, és hogy tényleg nagyon nem kedvelt most ez a pálya, pedig annyira szép egy hivatás. Nálunk szerencsére mindenből van szakos ellátottságunk. Szakos tanárunk azért a nyugdíjazás réme már közeledik felénk. Sikerült most beiskoláznunk egy kolléganőt, úgyhogy aki elmegy nyugdíjba, őt talán tudjuk pótolni, és akkor reménykedünk, hogy majd mindig találunk megfelelő szakost. Talán a nagyiskolának az előnye, hogy sokan vagyunk, tehát tényleg a szakos ellátottság nálunk is megfelelő, de azért azt nem mondom, hogy nincsen üres álláshelyünk. Van matematika szakos helyünk, amit régebb óta nem tudunk betölteni, de mivel több ilyen szakos kollégánk is dolgozik az iskolában, ezt meg tudjuk oldani. Illetve hát van tanítónéni, akinek most konkrétan nincs párja, igyekszünk, hogy pótoljuk ezt az elmaradást, de szerencsére a munkaközösségek olyan jól dolgoznak együtt, hogy ők megoldják, tehát délutánonként felügyelnek erre az osztályra, tehát nem jelent még azért nálunk ez olyan nagy problémát, de hát jelen van az életünkben, úgyhogy nagyon várjuk a fiatal kollégákat is, illetve esetlegesen azokat, akik tovább képzik magukat, vagy visszatérnek a pályára, mert hát tényleg szép hivatás. Ez így van, szép hivatás, és éppen ezért vagyunk jó helyzetben, mert a nyugdíjasaink szívesen maradnak, és ezzel vagyunk mi is kisegítve igazából. 2 kolléganőnk van, aki a nyugdíj mellett visszatanít. Hát remélem, hogy az egyiküknek a helyét mi is így oldjuk meg, hogy az egyik kolléganő tovább tanul, új szakot szerez, és így ez megoldott lesz. Hát van kiírt álláshelyünk a jövő évre nekünk is. Reméljük, hogy megkapjuk nálunk. Ugye még azért is nehezebb tanárkollégát találni, mert ugye az egyházi rendhez is alkalmazkodnia kell, tehát hát nem könnyű. Tehát leginkább személyes megszólítással, hívással történik. A kollégák továbbképzésén nekem még az okoz problémát, hogy annyira kevés a továbbképzési keret. Hiába lenne affinitás a kollégában, és szívesen tanulna egy új szakot, azt nem tudja se az iskola finanszírozni, se ő. És akkor ehhez segítség nagyon jó lenne. Most mi örültünk, hogy ingyenesen lehet az éjszakra beiskolázni. Úgyhogy ezt kihasználtuk. Ez furcsa egyébként most nekem is látni, meg hallani, mert amikor én végeztem, én angoltanár is vagyok, illetve úgy végeztem, és akkor utána csak magántanárként tudtam elhelyezkedni, mert hogy beadtam a város összes helyére, ez volt 22 évvel ezelőtt mondjuk, és sehonnan semmi, egyetlen egy helyre hívtak be elbeszélgetni, és tényleg, tehát annyira telítve volt akkor még ez a dolog, most meg már azért látszik a hiány.
Igen, hát amikor nálunk is még, amikor elindult az iskola, egy pályázatra 20-30 jelentkező igen. is volt, de most már nem így van. Igen, azért annak örülünk, hogy a nyugdíjas kollégákat visszafoglalkoztathatjuk, mert azért ez most nagy segítség számunkra, aki tényleg egészséges, és érez magában még affinitást, és sokan vannak ők, hála Istennek, őket szívesen foglalkoztatjuk ismét, de természetesen a fiatalságra is szükség van, az új pedagógus nemzedékre is mindenképpen. Na beszéljünk egy picit arról, hogy ti hogyan csöppentetek bele a munkátokba, és hogy lettetek aztán igazgatók. Kivel kezdjük? Kezdjük veled. A friss igazgatónővel. Én már nagyon kicsi korom óta tanár szerettem volna lenni. Nagyon jó példaképek álltak előttem. Az általános iskolás 8 évemből 6 évig férfi osztályfőnököm volt, már alsóban is 2 évig tanítóbácsim volt. És én felnéztem rájuk. Aztán persze a középiskolában nyilván megismert az ember új példákat is. Úgyhogy én mindenképpen a tanári pályát szerettem volna választani. Először matematika testnevelés szakra jelentkeztem. Én Lovasberényi vagyok. Lovasberényben nem volt akkor még tornaterem. Csak egy aszfaltos pálya volt, amin mi tornáztunk, úgyhogy a tesi felvételire arra nem nagyon tudtam készülni. És akkor abban az évben nem is sikerült a felvételim. Aztán utána így váltottam, matek-fizika szakos tanár lettem. Fizikából voltam fakultációra, vagy fizika fakultációra jártam a gimnáziumban különben. Úgyhogy ez a szakválasztás egy kicsit az befolyásolta a körülményeim. De nagyon-nagyon szeretem ezt a szakmát. Én azt gondolom, hogy a jelenleg a pályán lévő kollégák mindegyike azért dolgozik tanárként, mert szereti ezt csinálni. Igen, ezt sokszor halljuk, igen, hogy mondjuk volt egy olyan indítatás már általános iskolában, és rögtön az Entaiba, vagy máshol is? Hazamentem, és Lovasberényben tanítottam 17 évig, és 10 éve dolgozom itt az Entaiban. Aztán itt felkértek, hogy legyek helyettes, és akkor a helyettességből lett az igazgatóság. Hát aki meg a Tóvárosiban kezd, az ott is maradna. Igen, tehát tényleg a középiskola és a főiskola idejére hagytam el csak a Tóvárosit, az akkori Müniket. És az csak tényleg véletlen, hogy akkor indult maga az iskola is, amikor én elsős lettem. Akkor még 7 évesként, mert évvesztes voltam. Nem tudtam, hogy pedagógus szeretnék lenni, de biztosan a tudatalattimban egyébként ott volt, mert nekem is tényleg meghatározó pedagógus egyéniségek voltak az életemben, ami érdekes egyébként, hogy utána velük aztán találkoztam, először is főiskolásként is, mert ide jöttem vissza természetesen a gyakorlatomra is, hospitálni is, kis tanítónéninek is, mert tanító és magyar szakos tanár vagyok egyébként, és tényleg máshol nem tanítottam, nem is nagyon tudom máshol egyébként elképzelni a dolgot, hogy máshol dolgozhatnék, és a Tóvárosi lakónegyedben laktam is akkor, tehát olyan érdekes, mert a kollégáim közül többen vannak, akik ide jártak hozzánk a volt Münichbe, tehát valami olyan kisugárzása volt az akkori pedagógusoknak, nem mondom az épületnek, de lehet, hogy az épületnek is, hogy visszajöttek ide tanítani. Tehát sokan vagyunk azok, akik tudunk nosztalgiázni. Nem sokára ezt szervezett keretek között is megtehetjük, mert 50 éves lesz, ugye 2024-ben az iskola. Tehát akkor nyilván majd azért a város elé is kilépünk különféle programokkal. Tényleg aztán még van olyan pedagógus egyéniségem, aki most nyugdíjasként visszajött dolgozni hozzánk, aki engem is így úgy amúgy tanított, ha nem is tanítónéniként, de szakkörön itt-ott amott, tehát nagy egyéniségektől tanulhattam. És akkor aztán én is az igazgatói megbízatás előtt helyettes voltam 5 évig, és akkor hát a kollégáim hatására, kérésére írtam meg aztán a pályázatomat, ez és akkor a második ciklusomat töltöm. Uh-huh. 2016 óta vagyok intézményvezető, a második ciklust kezdtem el.
Hát meglátjuk a továbbiakat. Hát én úgy lettem tanító, mi ugye ahhoz a generációhoz tartozunk, akiknél a felvételi, hát többszöri nekifutásra sikerült, nekem is így volt. Nem vettek fel elsőre, hanem egyszer 1990-ben konkrétan újraindult nagykörösen a református tanítóképző, és oda meg elsőre felvettek. És akkor ebből én éreztem, hogy hát ezért nem vettek fel eddig, mert hogy Istennek egy más terve is volt velem, hogy nem csak tanítsam a gyerekeket, hanem még hittant is taníthatok nekik, hitre is vezethetem őket, és így végeztem ott tanítóként és hitoktatóként. Utána itt egy városi iskolában dolgoztam a Tóvárosban egyébként, Tolnai utcában. Na, én meg oda jártam. Ez csak egy év volt, utána születtek a gyerekek, és ugye amikor 2002-ben újraindult a református iskola, akkor én voltam az első osztálynak az első tanítónénie, és hát azóta ott vagyok. És hát igazgatóként pedig ez a 12. évem. Hát nem semmi. Igen, mert hogy ugye azt szokták mondani tényleg nagyon sokan, hogy ott maradnak, és milyen nagy szeretettel csinálják, és visszamennek dolgozni, tehát hogy ez így nagyon szép szerintem. No, egy nagyon fontos dolgot szeretnék még megkérdezni, mert hogy azt beszéltük a múltkori adásban, és akkor erre szeretném, hogy ti is reagáljatok, hogy azért a mai gyerekek... Ugye azt beszéltük, hogy mennyire fogva vannak, és ezáltal, hogy egy kicsit a nevelői munka, az szerintem megnehezedett, vagyis hát én is ezt látom ugye a tanárainkon. Most olyan történeteket hallok, hogy már nagyon nehéz a szülőkkel olyan szinten megbeszélni a problémákat, hogy mondjuk a gyerek az lehet, hogy egy picit elferdíti a dolgokat, és lehet, hogy mondjuk a tanár azt mondja, mondok egy példát, fogd be a szád, akkor ezzel már a szülő nagyon mérgesen megy be az iskolába. És hogy azért régen ez nem feltétlen így volt. Vagy most hallottam olyat is, hogy tényleg valakire rászóltak, hogy állj be a körbe, nem tette, elment sírdogálni, és akkor utána a szülők levéllel fordultak az igazgatóhoz. Tehát, hogy régebben azért nem azt mondom, hogy a körmös lenne a jó, de hogy kicsit nehezebb talán most a ti helyzetetek ilyen szempontból. Vagy... Nem tudom, hogy igazam van-e. Hát igen, azt gondolom, hogy többször hangoztatják a szülők a véleményüket, ami nem gond, csak próbálják meg elfogadni azt, hogy a gyerek lehet, hogy máshogy viselkedik otthon, és máshogy az iskolában, egy közösségben. És hát erről elég nehéz meggyőzni néhány szülőt. Uh-huh. Én azt gondolom, hogy igyekszünk, és reméljük, hogy sikerül őket meggyőzni, hogyha látná, hogy az osztálytársakkal hogy viselkedik, és tényleg bízzon a gyerekében minden szülő, és feltétlen bizalommal forduljon felé, de fogadja el, hogyha valaki azt mondja, hogy másik 20 ember azt mondja, hogy nem így történt. Uh-huh. Meg hát talán az, hogy érzékenyebbek, én a sajátomon is látom, hogy érzékenyebb valamit mond a tanárbácsi, akkor azt annyira a lelkére veszi, hogy lehet, hogy napokig ezen stresszel. Igen, meg azt gondolom, hogy talán azt kell elfogadniuk a szülőknek, próbáljuk ezt mindig közvetíteni nekik, hogy tényleg nem szeretnénk rosszat a gyerekeiknek, csak jót, és csak a gyermekük érdekeit tartjuk mi is szem előtt. Hát mi érdekünk fűződne ahhoz, hogy rosszat szeretnénk annak a gyermeknek, akár a tanulmányi munkájában, akár a személyiség fejlődésében. És hogy azt is el kell talán fogadni, és ezt magamnak is mondom, szülőként is, hogy a gyermeknevelés során adódnak problémák, lehetnek problémák, de akkor azért vagyunk, hogy azokat közösen megoldjuk. Tehát nem feltétlenül egyenes mindenhova az út, de ezek a problémák, ezek még nagyon sokszor nevelő hatásúak is lehetnek a gyermek személyiség fejlődésére. Tehát el kell tudni időnként szülőnek, gyereknek egyaránt a kudarcokat is viselni. Ez nagyon-nagyon jó nálunk, például próbálunk a testnevelés, a mozgás kapcsán erre nagy nyomatékkal nevelni.
hogy nem tudunk mindig elsők lenni. Megpróbálunk sok mindent megtenni, de hát ez nem mindig történik így. De ha utolsók vagyunk, abból is tanulhatunk rengeteget. Uh-huh. Tehát, hogy a problémák vannak, jönnek az ember életében, és hát azért vagyunk, hogy ezeket megoldjuk. Uh-huh. Türelemmel, jó szóval. Ez nagyon fontos, hogy megmaradjunk embernek minden körülmények között. Uh-huh. Amikor, hát most az oktatásról beszélünk, ugye az oktatás partnerei is összejönnek. Igen, egy picit azért egyfajta feszültség talán érezhető, úgy gondolom, a szülők részéről is, lehet, hogy a pedagógusok részéről is. Nem akarok megint az elmúlt évekre hivatkozni, de lehetne talán. Tehát nyilvánvalóan sokan féltették az állásukat, a megélhetésüket, stb. Konkrétan a COVID ideje alatt is volt ilyen esetünk, hogy kiderült, hogy az áll csak a probléma mögött. És nekünk, pedagógusoknak is mindenképpen azt gondolom, hogy türelemmel kell lenni. Ez néha nehéz feladat, de próbáljuk egymásban mindig tartani, mi is itt a nevelőtestületen belül tartani a lelket. Az nagyon fontos azért azt gondolom, hogy szülői részről is, és minden részről a pedagógusok megbecsültsége megfelelő legyen. Ez nagyon fontos lenne. Uh-huh. Nem tekintélyt használok, nem ezt a szót használom, a megbecsültséget és a megbecsülést. Uh-huh. Ez nagyon fontos. Egy egyházi iskolában hogy oldódnak meg a problémák? Nem mondanám, hogy sok konfliktusunk van. Van persze, van konfliktus. Egyébként azt szoktam mondani a szülőknek, hogy nem az van ide kírva, hogy patyolat, hanem az, hogy talentum. Általános iskola. Tehát, hogy itt is lesz probléma, itt is lesz konfliktus a gyerekek között, tehát ez természetes dolog, de az, hogyha ez a közös alap, amiről már beszéltem, ez megvan, hogy a gyermek érdekében tesszük, amit teszünk, és türelemmel, szeretettel, tehát ez a közös nyelvünk a szeretet, akkor ennek jegyében el lehet ezeket simítani, meg kell oldani. Nem könnyű. És hibázni azt gondolom, hogy szabad. Csak tudjuk, hogy azt hogyan tegyük jóvá. Műsorunk előtt adtam egy feladatot, hogy gondolkodjatok azon, hogy van-e valami kedves történetetek, vagy olyan, ami megmosolyogtat, vagy esetleg emlékezetes. Mondtátok, hogy van sok ilyen, szerencsére. Talán lehet, hogy minden nap is van ilyen, nem? Én nagy bringás vagyok. Most is biciklivel érkeztem. És bringás vándortáborba viszem a gyerekeket évek óta. Hát azt azért megnézném, hogy miért szükséges egy hajszállító egy bringás vándortábori csomagba. Azt a gyerekek honnan szedték ezt az ötletet, hogy azt csomagolni hát, kell. Eláznak, nem? Tehát tudnak úgy pakolni egy tábori hátizsákba, hogy a megadott dolgok fel vannak sorolva, abból fele otthon marad, de hogy háromszor annyi dolog belekerül a hátizsákba, az... Azok nagyon jó kis szituációk szoktak lenni, hogy hát hajszállító az van, de cserecipő az nincs. Igen, én is nagyon szeretem a szabadidős tevékenységet, nyilván a pedagógusi munka mellett, hát ez is hozzátartozik a pedagógusi munkához, és érdekes, pont ez jutott eszembe nekem is. Erdei iskolákat már régóta csinálunk, de ezt az erdei vándortábort újraélesztettük mi is, a vándortáboroztatást az iskolában. És hát ott az elmúlt két évben történt nagyon sok minden velem, mert hogy csodálkoztak is a kollégáim, hogy 100 kilométert tesztek meg gyalog egy hét alatt, és te erre mész, nem a kis magas sarkú cipődben, ugye mondom, nem, és tényleg én magam is nem gondoltam volna, hogy ezt végig tudom csinálni, de megpróbáltam, és hát olyan dolgot találtam az életemben, ami eddig nem nagyon volt jelen, és ez volt az én kis El Caminom, úgy gondolom, mert végigcsináltam. Igaz, hogy csak azért nem sírtam időnként, mert ott volt mellettem a gyerek, de tudatosan egy kicsit ez visszavezetett engem a mozgáshoz, a testedzéshez, és a következő évben már egy kicsit másként jobban bírtam ezt a dolgot, de hogy,
hogy mennyi dolog játszódott le egy hét alatt ott a nagyon nomád vándortáborban, a katonai sátrakban, a lavorban való fürdésben, a legkülönlegesebb helyeken lévő kullancsok kiszedésénél. Szóval hát ezt nem is biztos, hogy elmondanám, hogy honnan kellett kiszedni kullancsokat, meg hogy előkerült a fehér nemű már a hét végére, addig egybe sikerült gyermeknek lenni, mert mi magunk sem találtuk meg. Szóval, hogy tényleg ez a szabadidős tevékenység, a vicces, tréfás történetek tárháza, de tényleg nagyon sokat lehetne ezekről mesélni, hogy milyen jópofa kis történetek vannak, meg szeretetteljesek is azért az iskola életében, még mindig. Úgyhogy... Hát akkor kapcsolódom, én is voltam vándortáborban, és most, mikor a nyolcadikosokat hívogattuk, mondtam is a szülőknek, hogy sosem felejtem el, tehát amikor viharban éjszaka, és akkor kell menni a sátorból, mert hogy beázott, és feljött a víz, és volt ott éppen egy kőépület is, és ott azt kinyitották nekünk, és hát szóval ez valóban nagy élmény, de én hadd meséljek egy másikat, egy kicsit érzelmesebb történetet. Amikor a nyolcadikosokat elbúcsúztatjuk, elköszönünk tőlük, elballagnak, az mindig egy felemelő pillanat. És az egyik nyolcadikos fiú külön bejött hozzám, bekopogott az irodába, és azt mondta, hogy Ili néni, én szeretném megköszönni, hogy tetszett imádkozni értem, amikor én nagyon beteg voltam. Őneki volt egy komolyabb betegsége, és többen hordoztuk őt így imában, tényleg, hála Istennek, meg is gyógyult. És ő bejött, 14 éves fiatalember, magasabb, mint én, és bejött ezt nekem személyesen megköszönni. Én olyan hálás voltam ezért, és olyan... tényleg nagy dolognak tartom, hogy neki ehhez volt bátorsága, és ilyen hálás szíve, hogy ezt elmondta nekem. Úgyhogy megöleltem, és akkor mondtam, hogy hát ez a legkevesebb, amit tehettem, érted? Hát az biztos, hogy nagyon sok ilyen hasonló élményben is lehet részetek, hiszen hát a pedagógusok azért szerintem csodalények, én azt gondolom. Én sajnálom, hogy egyébként nem mehettem erre a pályára, vagyis hát kicsit úgy felesben mondjuk tudnám csinálni, tehát hogy azért ez egy nagyon szép hivatás, én azt látom. Ez fél szívvel nem lehet. Én azt gondolom, hogy ha most beadnád a pályázatot, ott azért biztos, hogy nem is tudom válaszolni. Hú, ezt nem szabad mondani. És azért csak annyit hadd mondjak még, hogy még mindig megvan napi szinten az a gyerekekben, hogy megy az ember a folyosón, nem tanítom azt az osztályt, mondjuk nyilván az alsósok tekintetében mondom ezt, és röpül az ember felé, és megöleli. Természetesen a felsős is, csak más módon. De hogy ezek az érintések, azért ezek látom fontosak a gyerekeknek is, még hogy mindig, nem. És nem csak a telefont szeretnék megérinteni, hanem emberi érintésre is szükségük van. Nagyon fontos. Igen. Hát én kívánom, hogy nagyon sok ilyen ölelésben és elismerésben, tekintélyben legyen részletek még a hivatásotok során. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Remélem, hogy a nézőink tudtak merítkezni belőletek, és egy kicsit jobban megismerhették az iskolátokat, és titeket is. Úgyhogy én bátorítom a kedves szülőket, hogy válasszanak. Mondjuk én most nem tudnék hirtelen, de már túl is vagyunk ezen. Úgyhogy én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Önöknek pedig a figyelmet köszönjük, kedves nézőink. A Talentum Református Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola és a Zentai úti Általános Iskola igazgatói voltak a vendégeim. Tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.